Egy hét próbajáték az Ajaxnál, ezt a lehetőséget kapta meg a Honvédos Magyar Futball Akadémia három fiatal labdarúgója, Pison Patrik belső középpályás, Sön Szabos és Szerető Krisztófer szélsők. U16-os csapatuk itthon vezeti a bajnokságot, Szabos tavasszal az Aston Villánál is járt már. Hát a három úr most itt van a stúdióban, sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Uraim, azt mondjátok meg, hogy hogy történt a kiválasztás, hogy éppen ti hárman most erre az egyhetes útra, szóval hogy történt ez, hogy jött ez az Ajaxos történet? A repülőgép indulása előtt körülbelül három héttel Herceg Vincebe, az akadémia általános igazgatója, felhívott magához minket, és elmondta nekünk. A triótokat, hármótokat felhívta. Igen, hogy az Ajaxtól voltak megfigyelők a meccseinken, és ezáltal minket hármunkat láttak megfelelőnek arra, hogy egy hetes próbajátékon részt vegyünk az Ajaxnál. Így történt akkor, tehát a hollandok figyeltek fel rátok, eljutottatok oda. Nézzük a legfontosabb tapasztalatokat. Kezdjük azt, hogy mire számítottatok, mit vártatok? És ahhoz képest mi az, ami olyan volt, és mi az, ami nem volt annyira olyan? Semmi extrára nem számítottam. Uh-huh. Én úgy gondolom, de hát jó volt kint a légkör, meg minden, az edzők is jók voltak, edzések is jók voltak, uh-huh. mert az első nap az U16-ba edzettünk, ott megfeleltünk, és ezért mondták, hogy inkább edzünk fönt a hátralévő 3-4 nap az U17-ben. Tehát akkor mentetek följebb. Igen, az U17-ben. Igen, uh-huh. Azt mondja, hogy a Szabos, hogy semmi extra. Igen. Inkább azt nézzük, hogy akkor mi az, amiben eltér, és mi az, amiben hasonlít ahhoz a munkához, amit ti itthon nap mint nap végeztek. Hát úgy gondoljuk, mint hárman, hogy Iranban teljesen más világ, mint a miénk. Igen? Arra jutottatok? Igen, meg sokkal komolyabban veszik az edzéseket. Uh-huh. Tehát mi is próbálunk komolyságot vinni az edzésbe, de nem lehet összehasonlítani. De mit jelent ez? Egy kicsit bontsuk le, mert nyilván nem úgy képzeljük, hogy ti itt komolytalanul bohóckodtok, meg úgy csináltok, mintha edzenétek, hanem munka folyik itt. De mégis mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy ott komolyabban veszik az edzést? Mérkőzésszerűbb az edzés? Tehát olyan, mintha tétje lenne, vagy milyennek a... Hát igazából arra számítottunk mindhárman, hogy egy nagyon magas intenzitású edzésekbe, illetve foglalkozásokba fogunk belecsöppenni. És ez meg is történt. Szóval az Andiból az edzések komolysága, az a mentális része, amit a játékosokként képviselnek Hollandiába, az teljesen más, mint Magyarországon. Az a gyakorlatok ugyanazok szinte, mint Magyarországon, a legegyszerűbb dolgokat csinálják, de viszont azt a legeslegmagasabb kivitelezéssel és komolysággal teszik azt a játékosok. Tehát amikor ti hazatértetek, akkor volt ilyen értelemben hiányérzetetek, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a intenzitás lenne itthon is folyamatosan? Hát sokkal jobb lenne, én úgy gondolom, hogy mindenki az edzésen úgy állna hozzá, mint kint. Uh-huh. Az Ajaxnál, uh-huh. én szerintem, mert ott mindenki úgy veszi az edzést, mintha egy mérkőzés lenne. Minden egyes játékos. Minden egyes uh-huh. játékos, a mérkőzés szituáció. A dolog, tehát a koncentráltság és komolyság, akkor ezt lehet mondani, amiben ott előrébb tartanak. Vagy elő. Nézzük a fizikai paraméteremeket, mert ugye mindig ezen is szokott menni a vita, U15-es focistáknál, hogy fizikálisan le vannak-e maradva attól, amilyen atlétákat vagy izomkolosszusokat képeznek komoly kluboknál. Ebben mit tapasztaltatok? Semennyire nem vagyunk lemaradva. Mm. Ugye kint meg is dicsérték a fizikumunkat és a gyorsaságunkat, ezért tudtunk följebb edzeni a nagyobb csapatokba, és szerintem nem vagyunk lemaradva egyáltalán. Mm. Mi volt az, amit, ha lehet azt mondani, mindhármótokra igaz, ami tulajdonságaitokban, játéka kapcsolatban mondjuk érdekes volt, érkeztek magyarok, és azt mondták, hogy ez tetszik, ez esetleg jobb is, mint amit ők csinálnak, vagy valami más szín. Tehát melyik része volt a játéknak? Gyorsaság. Gyorsaság? Úgy gondolom, csak az volt. Hát meg a technika az is, de nagy része a gyorsaság. Gyorsaságban, technikában nem voltatok lemaradva? Nem voltunk lemaradva. Csak ebbe az egy-két érintés passzogatásba. Igen? Abba inkább úgy igen. Szerintem? Abszolút, szerintem gyorsaságban mindenféleképpen a saját korosztályunknál kiemelkedőbbek voltunk. A technikai részét nem venném ide, mert azért tapasztaltunk olyan labdás koordinációs gyakorlatokat, ahol a
játékosok konkrétan egy érintőbe kellett végigcsinálni az egész gyakorlatot, és kb. Ment a gyakorlat egy 10 percig, és nem kellett labdát cserélni. Meg amit bemelegítésnél csináltak, zsonglírozás, trükköket, azért az szerintem felénk mutatott. Na most ennek az egésznek akkor az a tapasztalata, hogy nektek is jobban menne mondjuk az akadémián a játék, ha bár mondjuk egy olyan csapatról beszélünk, erre utaltunk az elején, vezetitek a bajnokságot, hogyha az összes társatok, az egész garnitúra egy magasabb, vagy hogy mondjam, egymáshoz közelebb álló szinten lenne, egyformán jó futballistákból állna? Igen. Ez volna a lényeg a dolognak? Igen, ez volna a lényeg az egésznek szerintem. Szerintetek, srácok? De hát úgy gondolom, hogy aki ugye elit akadémia vagyunk itt Magyarországon, tehát hogy aki ott játszik nálunk, rossz játékos nem lehet. Hát ezt lehet mondani, persze, de azért mégiscsak akkor azért különbségek vannak, meg nem véletlenül titeket választott. Hát nyilván minden csapatban vannak. Hogy látod te ezt? Különbségek a csapaton belül, mondjuk kint, amit az Ajaxnál láthatok, hogy mondjuk egy teljes garnitúra mit tud, mi az, amiben lemaradás van egymás között a játékosokban, és hogy nálatok itt milyen távolság vannak mondjuk a ti akadémiátokban, vagy a ti korosztályotokban a csapatban. Hát azért nyilvánvalóan nem szabad elfelejteni, hogy az Ajaxnak egy világszerte kiterjedő scout hálózata van. És azért ők a világ minden tájáról, ahogy mi is tapasztaltuk, volt Belgiumból, Angliából játékos, szóval nekik sokkal nagyobb a merítési lehetőségük, mint nekünk az akadémián. Az akadémiának ugye a magyarországi területen van lehetősége a játékosokat megfigyelni és behívni, de ugyanakkor én nem érzékelem akkora különbségnek. Szóval ahhoz képest, hogy ők világszerte válogatnak, és hogy mi Magyarországon, azt gondolom, hogyha egy mérkőzésre kerülne sor, egy magas színvonalú, kiegyenlített küzdelem lehetne. Jó, tehát ez most már azért még egyszer leszögezzük, semmiképpen se azt éreztétek, hogy eljöttünk itt a világ végéről, és akkor ez, hozzá se tudunk szagolni ez a dologhoz. Nagyon nem erről van szó, ahogy ezt mondtátok. Viszont Szabos, arról még ejtsünk szót, hogy Krisztófer együtt a futszaloztok, futszaloztam inkább, futszaloztatok. Na de itt csak azért hoztam szóba, hogy a Drót Zoltán volt itt az előttetek a futszalvágatóban, és ez mondjuk akár Nagy Ádámnál is téma szokott lenni, hogy ennek mekkora jelentősége van szerinted? Hát az első két évben, amikor futszaloztam, én úgy gondolom, hogy ezt a játékomat a nagypályán segítette ez a futszal mind technikálisan és mind mentálisan, mert többet tudtam futni a pályán. Tehát mindenképpen meghelyezkedés, szóval ez egy fontos helyezkedésben elem volt. Szerinted? Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat segített nekem is a játékomban, mert ugye kis pályán gyorsabban kell játszani, de szerintem a én egyéni képem az a nagy pályán alakult ki. A nagy pályán alakult ki. Azt nézzük meg, hogy összegészében számotokra mi a tanulsága ennek a látogatásnak. Kell ennek hatására valamit a mindennapokban itthon másként csinálnatok? Hát azt gondolom, hogy csak a mentális részét kell helyre tenni. Nem csak nálunk, hanem egész Magyarországon, hogy minden egyes gyakorlatot, feladatot úgy éljünk meg a pályán, hogy az életünk feladata. És hogy minden egyes gyakorlata... Nem lazítani, ne kalandozzon el a figyelem, hanem... Hát, hogy jobbak legyünk minden egyes gyakorlattal. Ezzel egyetértünk, urak? Tehát erről van szó, hogy sokkal koncentráltabban kell figyelni a gyakorlásokon. Igen. Ami aztán persze nyilván a mérkőzésen is kijön a megfelelő szituációban. De ha már ott voltatok az Ajaxnál, és ugye visszajöttetek, és itt van a Honvéd, itt van a Magyar Futballakadémia, mit gondoltok magatokról, azt mondjátok meg végül, mikor kellene tartósan is kilépnetek ebből a magyar közegből? Úgy gondolom, hogy szerintem annyira, vagy most ugye 16 évesek vagyunk, most töltjük majd. Szerintem még van időnk, még nem kéne most váltanunk. Én is azt gondolom, hogy 16 éves korban még megfelelő életkorban van az ember, hogy itthon maradjon, még Magyarországon. Én mindig is a mentális részét keresem egy játékos karrierében, hogy az a legfontosabb. A körülmények igazából nem számítanak, saját magunkon múlik, hogy mik leszünk. Tehát te azt mondod, hogy akár rosszabb körülmények között is, hogyha te lelkileg olyan erős vagy, akkor majd később mész el, és akkor is meg lesz ugyanaz a karrier lehetőséged. Természetesen. Hogy gondoltál ezt, Szabos? Úgy gondolom, hogy még egy-két évet itt kéne a Honvédbe játszani, vagy itt Magyarországon, és utána kéne kimenni. Tehát 18 körül lehet mondani. 17-18 évesen. Igen, utána.
Na, hát akkor voltak tapasztalatok, és én köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk, és további jó focit akkor a csapatnak, hogyha már ilyen jó megy a bajnokságban, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.